Nem ment el a metró korrupció ügyeit vizsgáló munkacsoport ülésére Nemes Gábor. Hogy miért és hogy mit gondol a hármas metró körüli ellentmondásokról, elmondja a szakszervezeti vezető. Jó estét kívánok! Miért nem ment el? Jó estét kívánok! Én egy politikai cirkusznak tekintem ezt az egész vizsgálóbizottságot, hiszen azt mondanám, hogy 15 évvel ezelőtti történésekre hitelesen nem lehet válaszolni. Léteznek biztosan jegyzőkönyvek, amelyek adott esetben felülvizsgálhatók vagy megtekinthetőek, és nem hiszem, hogy a politikának kellene vizsgálni azt, hogy esetlegesen korrupció történt, vagy nem. A felügyelőbizottságoknak nem az a feladata kvázi. Ugye ez az egy kérdés, mert ön felügyelőbizottsági tag volt, igen, ezen az igen, alapon igen. Szerették volna, hogy ott legyen. Pontosan ezen az alapon került volna sor az én meghallgatásomra, de úgy vettem észre, hogy nagyon sokan nem mentek el, és mondom még egyszer, a felügyelőbizottságoknak, illetve a tagoknak az a feladata, hogy egy cég vezetést, a cégvezetésének a működését, a jogszabályok betartását ellenőrizze. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk gyanús, túlságosan magas árakra esetleg nem figyelhetne föl ez a bizottság. De én azt gondolom, hogy abban az időszakban az a Székely Gábor vezette felügyelőbizottság egy komoly szakmai háttérre rendelkezett, és nem hiszem, hogy bármelyik felügyelőbizottsági tag és fölvállalta volna azt a felelősséget, hogy tulajdonképpen saját vagyonával felel azért, hogyha netán valami felett úgymond szemet hunyunk. Tehát én azt gondolom, hogy rossz úton jár ez a vizsgálóbizottság. Na de ha ön annak idején tagja volt ennek a bizottságnak, elvégezte ezt a munkát, belelátott bizonyos folyamatokba, és felvette ezért feltehetően valami juttatást, és akkor nem kutya kötelessége válaszolni kérdésekre, akárhány évvel később, hogyha ezzel kapcsolatban felmerülnek különféle ügyek? De természetesen kötelessége lenne az embernek, hogy ha mondjuk egy hatóság, egy hivatalos szerv teszi ezt, hiszen ez nem úgy van, hogy kapok egy meghívót, és akkor elszaladok ide, erre azt gondolom, hogy föl kell készülni, elő kell szedni dokumentumokat, ha egyáltalán léteznek. Hát gondoljunk bele, 10-15 évvel ezelőtti történésekről van szó. Hát ki emlékszik arra, hogy éppen 2005. decemberében, ha egyáltalán abban az időben volt éppen azon a napon, vagy abban a hónapban felügyelőbizottság ülés, milyen napirendi pontok voltak, milyen témakörök voltak, tehát hitelesen, tehát az a lényeg abban, hogy hitelesen nem lehet erről nyilatkozni, hogy volt-e korrupció, vagy nem volt korrupció, megmondom még egyszer. Tud arról például gondolom nyilatkozni, bár felteszem, ezek az annak idején keletkező papírok és iratok is megvannak valahol, ha ön nem tette el, akkor meg lehet szerezni az akkori jegyzőkönyveket, és átnézheti. De hát talán az is egy értelmes kérdés, hogy önnek volt-e akkor olyan gyanúja, vagy olyan benyomása, hogy korrupció lehet, hiszen erre nyilván emlékszik az ember. Pontosan, de mondom még egyszer, én úgy ítélem meg, hogy az a felügyelőbizottsági összetétel, amelyben akkor dolgoztunk, független attól, hogy néhányan a munkavállalói oldalról képviseltük és vettünk részt a felügyelőbizottság munkájában, és független attól, hogy mely politikai pártok delegálták az adott felügyelőbizottsági tagokat, én azt mondom, hogy precíz munkát végeztünk, tehát azokat a feladatokat, amit a törvényi előírások ránk rónak, azokat elvégeztük, és ilyen szempontból nekem biztos, hogy tiszta a lelki. És akkor ön kimeri jelenteni, hogy abban az időszakban soha nem ötlött fel önben sem, hogy esetleg itt valami nem teljesen tiszta, nincs rendben, túl van árazva, vagy nem a megfelelő módon zajlik? Nem, de nem is tudja ezt egy felügyelőbizottsági tag felmérni. Most lehet, hogy rossz példát mondok, de hogy az, hogy most egy metrószerelvény 50 millióba kerül, vagy 55-be, vagy 60 millióért veszik meg, nem vagyunk szakemberek, ezt nem tudjuk felderíteni, hogy ez ebben korrupció van. Mert ugye, ha meghallgatjuk a kormány kommunikációját, meg megnézzük az Olaf idevágó jelentését is, akkor ugye erős gyanú merülhet fel, hogy nagyon sok minden nem stimmelt annak idején itt a metró körül. Ha ez nem tűnik föl egy felügyelőbizottságban, akkor mire jó egy felügyelőbizottság? Mondom még egyszer, a felügyelőbizottsági tag feladata az, hogy a vállalat működését, a vezetését, a jogszabályok betartását ellenőrizze. Én azt mondom, hogy ezek megtörténtek, és nagyon nehéz úgy vizsgálni a dolgot, hogy mondjuk egy nagyon szűk 2002-2006-os időszakot vizsgálnak. Én azt gondolom, hogy az egész 4-es metró folyamatát kellene felülvizsgálni, hiszen ha az kezdeti szakaszokban, amikor ezt eltervezték, ezt meg akarják valósítani, és ezt meg is építették volna, akkor már rég nem beszélhetnénk arra, hogy milyen magas összegekre rúgtak ezeknek a 4-es metrónak a költségei, mert lehet, hogy a feléből megépíthették volna, és lehet, hogy már 2002-ben is kész lett volna, de hát itt kormányok jöttek, kormányok mentek, és nagyon rossz álmen, hogy felügyelőbizottsági tagokat
próbálnak politikai eszközként felhasználni, hogy valamilyen gyanút vagy valamilyen igazat keressenek abban, hogy itt, tehát nem, mintha nem a korrupciót vizsgálnák ebben a történetben, hanem valamilyen színezeti időszakban működő kormányra próbálnak terelni valamit. Na most ez de az, hát ugye itt az unió csalás ellenes hivatala készített egy jelentést, és történetesen valóban ennek a beruházásnak az ideje nagy részt egy másik kormány időszakára esett. Így van, így van. Mondom még egyszer, én olyan értelemben nem vagyok szakember, nem láttam én ezeket a dokumentumokat, nem tudom én. Értem, elmondta, megnézni. Önnek nem volt akkor rossz érzése, hogy itt valami zajlana, viszont most van egy másik érdekes folyamat, ami tulajdonképpen akár mondhatnánk nem is minden párhuzam nélkül való, hiszen itt éppen a hármas metró felújításának a költségei szállnak el, még hamarabb, mint hogy egyáltalán belevágtak volna. A főváros ugye többször újra kezdte ezt az egész kiírási folyamatot. Most megint drágább árajánlatokat kaptak, mint amire egyébként keret lenne. Tarlós István elment egészen a miniszterelnökig, éppen ma is találkozott vele, hogy megpróbálja ezeket a többletforrásokat megszerezni. A miniszterelnök pedig azt mondta, hogy nincsen erre pénz. Ön szerint hogyan érinti ez a húzavon a BKV dolgozóit, az utasokat, meg egyáltalán azokat, akik figyelnik ezt az egész ügyet? Természetesen, amikor korrupciót vizsgálnak, akkor nyilván mindenre ki kell térni. És miért mondom ezt? Azt azért mondom, mert ez valóban kinek a felelőssége, hogy évek óta nem képesek és nem hajlandóak egy metróvonalat elkezdeni és felújítani. Kinek a felelőssége az, hogy az elmúlt években úgy szerveznek ki autóbuszágazatban jelentős teljesítményeket, hogy a sokkal többe kerül, mintha a BKV, illetve a tulajdonos saját vállalatán belül működnének ezek. Tehát ezek a költségek mindig halmozódnak. Hát ön szerint korrupció, megfejtés hát, az összes ilyen történet? Ez a fogalom, ez egy nagyobb tág értelmezése, de akár ezt így is mondhatnám, hogy a korrupció meleg ágya, ez a folyamat, ami így zajlik, hogy már rég felújítható lett volna ez a metró, a pénzeket már régen szerintem akkoriban rendelkezésekre álltak, de közben nem engedték a fővárosnak, hogy megvásároljon 150 autóbuszt, aztán a főváros is hozott olyan döntéseket, hogy ő bérli inkább az autóbuszt különböző szolgáltatóktól, ahelyett, hogy azt a rendelkezésre álló pénzt, ami megvolt, az gazdaságosan felhasználhatta volna. Tehát annak idején a 4-es metró idejében nem emlékszik rá, hogy lettek volna ilyen rossz érzései, most viszont az érzése már egy ideje határozottan, hogy korrupció van a levegőben. Hát ilyen értelemben mondhatom ezt is, de nézzük azt a részét, hogy abban az időszakban 2006 előtt volt egy BKV, aki teljes körűen végezte a szolgáltatást, minden egyes ágazatát, a metrótól a héven át, a busz, villamos, trolibuszon keresztül, stb. A menetrendeket készítette, ezeknek megvoltak a költségei. Az, hogy ez mellett a DBR metró igazgatóság kapott egy olyan feladatot, hogy most építsen egy 4-es metrót, vagy kezdje meg ennek a építését, tehát egyáltalán az, hogy ez létrejön ez a vonal, az egy másik dolog. Nem mondanám, hogy ebben nem lehetett volna belelátni, de a felügyelőbizottsági tagoknak nem volt ilyen kompetenciájuk. Most pedig úgy érzi, hogy az, hogy az árajánlatok rendre drágábbak, mint ami a rendelkezésre álló pénz lenne, az nem azért van, mert tényleg többbe kerül rendbe rakni a hármas metrót, hanem azért, mert korrupció lehet mögötte, tehát kormány közeli kivitelező cégek többet akarnak ezen szakítani, mint ami én, járna. Amit erről figyelembe vettem, illetve tapasztaltam az autóbusz ágazat kiszervezésénél, hát sajnos erről beszélgetnek a folyosói pletykák során. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtam. Én is köszönöm.